sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, és Isten hozottikom. Amit tudjátok, az a sorozat, amiben vagyunk, a Reformáció 500 címet kapta, és pünköskor kezdtük el ezt a sorozatot, és egész nyáron ezt fogjuk tanulmányozni, azt, amit a Szent Szellem elkezdett pünköskor, azt, amit utána folytatódott a Reformációban, és hiszük azt, hogy most is, ma is, Budapesten is folytatódik, itt közöttünk is a térben, úgyhogy ezt fogjuk ma is megnézni. Ki az, aki volt legutóbbi vasárnapon? Néhányan. Na, az nagyon jó, mert lesz egy kis kapcsolódás. Az estének az a címe, hogy a lélek ajándékaiból még, ez amit múlt héten elkezdtünk, a lélek ajándékaiba kezdtünk el belemerülni, és ennek a kalandnak a folytatására hívlak benneteket, és szeretném bátorítani benneteket. Néhány szót még szeretnék előjáróban mondani erről a témáról, mert elég érzékeny téma, akár belejárunk a világon, a kereszténységen belül, és utána pedig bele is fogunk vágni egyből a közepébe. Szóval lehet, hogy hallottatok már különböző történeteket arról, hogy gyülekezetekben, közösségben elmentén a téma mentén volt szakadás, valahol nagyon nagy hangsúly van ezen a témán, szinte ez a fókusz, erről szól nagyon sok dolog. Más helyeken pedig inkább kerülik, vagy elhallgatják, vagy tiltják a témáról való beszélgetést. Én úgy érzem, hogy Isten arra vezetett minket, ahogy elkezdtük ezt az egész témát, és ma este is ezen akar minket tovább vezetni, hogy elkezdjünk erről beszélgetni. És ahogy múltkor is láthattátok, ez nem egy prédikáció, vagy tanítás, vagy igehirdetés. Inkább konkrét igeverseket nézzük meg, sok igeverset, és ebből vonjuk le következtetéseket, amiben a hátterünktől, meg az ismereteinktől, tapasztalatainktól teljesen függetlenül, de amiben mindenképp egyetérthetünk, az ez a könyv. Ez a könyv, Isten szava, a Szentírás. Hogyha van nálatok, akkor nyugodtan vegyétek elő, vagy akár telefonban, tabletben be lehet kötyögni, meg lehet indítani az applikációt. Amit szeretnék bátorítani, hogyha akár kisebb félelmeid vannak, vagy rossz tapasztalatod, vagy egyéb dolgokkal vagy ma itt, azt gondolom, sokan vagyunk, legalábbis a nyomokban ilyen élményekkel, akár én is, de azt gondolom, hogy Isten szava az egy. És a lélek az egy, és Jézus egy. És a Szent Szellem, aki ihlette ezt az írást, az vezet minket, tanít minket, hogyha erre nyitottak vagyunk. És hiszem azt, hogy ugyanúgy, ahogy az évszázadok alatt ez több helyen lehetett megosztó téma, ugyanúgy hiszem azt, hogy itt ma Budapesten, akár a térben is, ez ugyanígy lehet egy egyesítő téma, egy egységesítő téma, amiben Isten vezet minket egyre közelebb magához, és egyre közelebb minket egymáshoz is, egyre közelebb az igazsághoz, így, hogy ezzel kapcsolatban imádkozzunk, és utána bele is vetjük magunkat. Nagyon köszönjük, Atyánka, azt, aki Te vagy, ahogy eljöttél Jézus Krisztusban, azt, ahogyan bemutattad a szeretetedet, a legkülönbözőbb formában megmutattad nekünk, a legkülönbözőbb módon gyakorlod mind a mai napig felénk a szeretetedet. Köszönjük azt, Atyánk, hogy ebben nincsen kompromisszum. Köszönjük azt, hogy nem kötöttél kompromisszumot, és végigvittél a küldetésedet egészen a keresztig. Sőt, még azután is, mert legyőztél a halált, és feltámadtál. Ez egyetlen esélyünk az életre, és azért vagyunk itt, azért imádkozom én is, Atyám, hogy ismerd a szívünket, a nyitottságra, vezess minket a Te lelked által, egyre mélyebben a Te ígédben, az igazságban, és szóljon ezzel esténk is Te rólad, Jézus nevében. Amen. Amen. Szeretném kérni Tamás segítőtársamat a színpadra. Akik már voltak múlt héten, tudják, hogy ez hogy fog zajlani, hasonlóan fog zajlani. Ezt a flipchartot át is adtuk Tamásnak, és hogyha van nálatok a Biblia mellett tollt szemszor, vagy jegyzetfüzet, az mindenképpen nagyon jó, mert az segítség lesz. Biblia verseket fogunk végigvenni,
és nyugodtan írjátok le, jegyezzétek le ezeket az ige szakaszokat magatoknak. Otthon is lehet ezeknek utána nézni, jobban megnézni a kontextust, ezek kapcsán beszélgetni, folytatni lelki beszélgetéseket. A legutóbb az Abcsel 2-nél hagytuk abba, de különböző helyeken fogunk ugrálni az Új Szövetségben is és az Ószövetségben is. Most a következő az lesz, hogy két igeverset nézzük meg, és ezt fogjuk egy témává kötni. Nyissátok ki a Lukács evangéliumát a 24. résznél, és a 49. verset fogjuk megnézni. Tehát Lukács 24, és 49-es vers. Így van, Lukács 24, 49. Szóval ez kicsit ilyen tanulmányozósabb lesz, kicsit ilyen elmélkedősebb lesz. Azt olvassuk Jézustól, hogy én pedig el fogom küldeni hozzátok, akit atyám megígért nektek, de amíg azt a mennyei erőt meg nem kapjátok, maradjatok itt Jeruzsálemben. A másik vers, ami ehhez szorosan kapcsolódik, az az apostolok cselekedetei 1:8 lesz. Itt azt olvassuk, ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, szerte a világon mindenhol. Mi az, amit látunk ebben a két versben? Az, hogy egyrészt Jézus ígéretet tesz a Szent Szellemről, a Szent Szellem érkezéséről, másrészt, hogy ez nagyon szoros összefüggésben van a szolgálattal, az evangéliumnak a hirdetésével kapcsolatban. Gyertek nyugodtan előre, itt még van néhány hely pont nektek, ha esetleg őre szeretnétek folytatni az estét. És nagyon-nagyon szoros kapcsolat van e között, hogy tanítványság, hogy Szent Szellem és hogy bizonyságtétel. Konkrétan megállapíthatjuk ezek alapján, a versek alapján azt, hogy a Szentlélek munkája, jelenléte és a Szentléleknek az ajándékai az elengedhetetlen a szolgálatunkkal kapcsolatban. Tehát, hogyha te szolgálsz, te szeretnél szolgálni, akkor arra szeretnél bátorítani, hogy legyen nyitott szíved, legyen még nagyobb vágy benned a Szent Szellem után és az ajándékok után, mert ez szorosan összefügg a hatékony szolgálattal. És itt Tamásra vár a legnehezebb kihívás, aki mindezt 1-2-3 szóban összegzi. Jó, hát tetszik. A következő versünk az a római levélből fog hangozni. Nyissátok ki a 12. fejezetet. Tehát Róma 12, és a 4-től a 8-ig fogjuk olvasni. Gondoljátok csak meg, az emberi test egységes egész, de sok részből épül fel. Az egyes részeknek mind megvan a maguk sajátos feladata. Ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk. Sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen testet. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz. Különböző ajándékokat kaptunk, azt szerint, hogy Isten mire adott nekünk kegyelmet, használjátok hát ezeket. Ha például valaki a profétás ajándékát kapta, akkor a hitem értéke szerint használja ezt az ajándékot. Aki a gyakorlati dolgokban való szolgálat ajándékát kapta, azzal szolgálja. Aki a tanítás ajándékát, az tanítsa. Aki a bíztatás és bátorítás ajándékát kapta, az biztassa és bátorítsa a többieket. Aki az adakozás ajándékát kapta, az adakozzon egyszerűen és tiszta szívvel. Aki azt az ajándékot kapta, hogy vezető legyen, az végezze szorgalmasan a feladatát. Aki azt kapta, hogy a szenvedőkkel jót tegyen, az tegye ezt jókedvűen és barátságosan. Mi az, amit látunk ebben a szakaszban, ezekben a kijelentésekben? Azt látjuk, hogy különbözőek vagyunk. Hogy különbözőek vagyunk, és Isten is ez alapján, és az elhívásunk különbözősége alapján adott nekünk különböző ajándékokat. Az, hogy beszéltünk erről a példáról, hogy testvérek között karácsonyhoz egyre inkább közeledünk, vagy akár szülnapok összehasonlításakor is,
egyszerűen akaratlanul is feljön bennünk az a vágy, az a gondolat, hogy legalább egy kicsit hasonlítassuk egymás ajándékát. Hogy mégis a testvérem miért azt kapta, miért akkor átkapott, miért annyit kapott. Akaratlanul is ilyenek vagyunk emberek, hogy hasonlítgatjuk magunkat egymáshoz. És azt olvasjuk ebben a szakaszban, hogy az teljesen normális, hogy különbözőek vagyunk. Azért vagyunk különbözőek, mert egyrészt Isten különbözőeknek teremtett minket, és azért kapunk különböző ajándékokat, mert Isten különböző dolgokra hívott el minket. Sőt, hogyha belegondolunk, akkor pont ettől lesz egység egy gyülekezetben, ettől lesz egység egy közösségben, egy házi csoportban, azáltal, hogy különbözőek vagyunk. És pont így tudunk egymáshoz kapcsolódni, pont így tudjuk egymást kiegészíteni. Hogy a másiknak van olyan, ami nekem nincs, nekem van olyan, ami a másiknak nincs, és azt gondolom, hogy itt szükséges valamennyinek egyfajta szemléletváltás, hogy ebbe jót lássunk. Ebbe Isten munkáját lássunk, és ne az, hogy de hát én pont azt akartam, amit te kaptál. Vagy nekem is hasonló ajándékom van, mint neked, de nálad ez olyan, mint a hatékonyabban működne, vagy jobban, vagy... És persze, hogy jönnek ezek a gondolatok, de azt gondolom, hogy én azáltal, hogy valakinek van olyan ajándéka, ami nekem nincs, vagy valamiből több van, mint nekem, azáltal több vagyok. Azért, mert egy közösségben vagyok. És Isten, amit adott ajándékokat, azokat azon túl, hogy személyeknek adja, hogy neked adta, meg neked adja, meg neked adja, meg Tamásnak is, meg nekem is valamennyit. Ez egy szép dolog. És ezeket kaptuk mi személyesen, de a másik miatt kaptuk. Én egyetlen ilyen ajándékról olvasunk, ami a saját épülésünkre való nyelveken szólás, de azon kívül az összes ajándék olyan, amit én kaptam, azt a Tamás miatt kaptam. Amit meg a Tamás kapott, azt azért kapta, hogy engem szolgáljon be. És hogyha ezen a gondolaton megyünk tovább, akkor minden egyes ajándék, amit Isten elhelyezett valamennyiben külön-külön, az igazából mind a gyülekezet ajándéka. És mindegyik ilyen ajándék az a gyülekezetnek az épülésére van. És ahhoz, hogy ezek kibontakozzanak, mi az, ami elengedhetetlenül szükséges. Hogyan tudjuk ezt megtapasztalni, hogy a különböző ajándékok azok valamennyi számára áldásosak. Mi az a szükséges dolog, mi az, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezek kibontakozhassanak? Kell, hogy... Találkozunk. Hogy? Találkozunk. Találkozunk, igen. Kell, hogy Tamással nekem legyen kapcsolatom. Mert ha nincs, akkor ez nem tud kibontakozni, akkor én nem tudok gazdagodni az ő ajándéka által, ő nem tud gazdagodni az én ajándékom által. De szükséges, hogy kapcsolatban legyünk egymással, hogy közösségben legyünk egymással, ezért csináljuk a házi csoportokat is. Ha már gondolkozni, hogy kapcsolni egy házi csoporthoz, sok szeretettel bátorítok. Én is itt és most, hogy ezt tedd meg, nézz körül, kérdezősködj. Szeptemberben indul a legújabb házi csoportunk. Ezek mind arra lehetőségek, hogy kialakuljon az a közösség, az a kapcsolódás, ahol gazdagodhatunk az ajándékunk által. A következő vers az első korintusi levél lesz. Lapozzatok az 1 Korintus 12-höz. És itt a 11-es verset nézzük meg. Tehát 1 Korintus 12 és 11. Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi, az embereken keresztül, és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot. És múltkor azt hiszem, hogy már előjött ez a vers hasonló kontextusba. Ami nagyon fontos, beszéltünk arról, hogy a cselekedetekkel, a tettekkel nem tudjuk kierőszakolni Istentől az ajándékokat. Hogy én most fogok annyit bőjtölni, vagy el fogok olvasni havonta 2 bibliai könyvet, és hetente 2-szer fog bőjtölni, és annyit fogok imádkozni, vagy annyit fogok szolgálni, hogy megkaphasson azt az ajándékot.
látod, Uram, hogy mennyire szeretném. Tudod így, ja, ez a gondolat van bennünk akaratlanul, hogy Istennek csak megesik a szíve rajtunk, hogy mennyit bőtöl, hát kapjon még egyet. Hát azt mondom, hogy ilyen módon nem kapcsolódhatunk bele abba a folyamatba, amit itt olvasunk, hogy a saját belátása szerint adja a Szent Szellem ezeket az ajándékokat. Van saját belátása, van saját akarata, és úgy adja az ajándékokat. Viszont azt gondolom, hogy van benne mégis egy aktív részünk, az a rész, hogy ez kell a nyitottság, kell az elfogadás a részünkről. És az viszont a mi részünk, hogy van erre hitem, van erre vágy bennem, az kell az ajándék elfogadásához. És hogyha azt látod, hogy és ezzel jó talán egy kicsit gondolkodni is, végiggondolsz néhány ismerősödön, barátodon, testvéreden, hogy ő milyen ajándékokat kapott, akkor azt gondolom, hogy jó ezen gondolkodni, és igazából még alázatra meg szeretetre is vezethet minket, az a tudat, hogy biztos van oka ezzel Istennek. Biztos nem véletlen, hogy így osztotta az ajándékokat, és szabad ebbe hinni, és szabad elfogadni, és hinni azt, hogy ennek van egy olyan alapja, egy olyan oka, egy olyan célja Istennek. És lehet, hogy ebből néha fogunk tapasztalni dolgokat, ahogy ezen gondolkozunk, hogy miért adott a testvéremnek olyan ajándékot. Van, hogy ezek nem kerülnek megválaszolásra, saját magam számára se, de azt gondolom, hogy az egy óriási biztonság, amiben bele tudunk kapaszkodni, hogy Isten tudja, amit csinál. Hogy tudja, hogy mit csinál, és megvan a miértje. A következő versünk az Lukács evangéliumából lesz. A 11. résznél nyissátok ki a Bibliátokat. Lukács 11 és a 9-től 13-as verset fogjuk olvasni. De azt olvassuk. Ezért mondom nektek, kitartóan kérjétek és megkapjátok. Kitartóan keressétek és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok és kinyitják nektek az ajtót. Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér, aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót. Vajon melyik apa adnak hígyót a fiának, ha az halat kér tőle? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót ad neki? Ha tehát még ti is tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek, bár gonoszak vagytok, mennyivel inkább fog mennyei atyátok Szent Szellemet adni azoknak, akik kérik tőle? És azért is hoztam ide ezt a verset, mert hogy van aktív részünk. Van részünk, van a nyitottságra szükség ahhoz, hogy együttműködjünk Istennel. És azt látjuk lépten nyomon, akár a saját életünkben, akár a Bibliában is, hogy Isten nem erőszakos, és nem ad csak úgy ajándékot. Nem rosszat akar ezzel, jó ajándékokat ad. Éppen ezért az estének majd lesz egy ilyen része, ahol imádkozni fogunk, és szeretnék már most bátorítani erre, hogy gyertek nyugodtan, és imádkozzunk együtt azért, amit Isten akar. Imádkozzunk együtt azért, hogy megforduljon a szívünk, hogy ott legyen a szívünk Isten előtt. Lehet, hogy említettem már múltkor, hogy nekem is voltak problémáim bizonyos ajándékokkal egy bizonyos időszakomban, és a mai napig van egy olyan ajándék, amit fogalmam sincs, hogy Isten azon keresztül akar-e rajtam munkálkodni. De azt tudom a saját részemről, hogy erre nem vagyok nyitott. Hogy ilyen kicsit furának tartom, nem nagyon hiszek benne a saját életembe. Az nagyon jó, ahol van meg, ahol működik, ez egy aranyos dolog. De hogy én így szívesen nézem, és gyönyörködök benne, és hálát adok Istennek, jó az Úr, de ezzel kapcsolatban én nem vagyok nyitott. És ha esetleg benned is vannak ilyen kételyek, mozgások, de hogy az akaratoddal, vagy a tudatoddal szeretnél változtatni ezen. Tisztában vagy a szíved állapotával,
de szeretnél ebben ezen változtatni, akkor ez az imádkozós rész neked is szól, és menjünk együtt Istenhez majd ezzel kapcsolatban. A következő rész, az szintén két vers lesz. A zsidókhoz írt levél 5. részét nyissátok ki, a 14-es versnél. Tehát zsidók 5.14. Azt olvassuk, az igazi ételek a szellemi értelemben felnőtteknek valók, akik már megtanulták, hogyan kell megkülönböztetni a jót a rossztól. A másik versünk pedig az 1 Korintus 14.31 lesz, ami ehhez kapcsolódik. Tehát 1 Korintus 14.31. Mert valamennyien profétálhatok, de csak egyik a másik után. Így mindenki tanulhat és bátorítást kaphat belőle. És az a két szó, ami mind a két versben megjelenik, az a tanulni szó. És most csak egy-két lelki ajándék kapcsán jelenik ez meg. Ugye alapból az egész témának óriási irodalma van, és rengetegféle irányzat van. Abban nagyjából egyetértés van, hogy független attól, hogy neked már megvan egy ajándék, illetve Istentől kaptál-e egy ajándékot bizonyos területre, vagy bizonyos dologban, kell a folytatáshoz, ennek az ajándéknak a gyakorláshoz és a kibontásához a te részed olyan módon is, hogy ez tanulható és gyakorolható. És szeretnék arra bátorítani, hogy akár a házi csoporton belül, akár a különböző szolgálatokban itt a térben, legyen meg erre a nyitottságot. Kaptál bizonyos ajándékot, de az fokozatosan bontakozik ki, és lehet tanulni, lehet gyakorolni, ez különböző ajándékoknál különböző dolgot jelent, de a lényeg, hogy van benne egy ilyen szempontból is egy személyes rész és egy aktív részünk. És az utolsó szakaszunk az... Hát ez az... Tanulni kurszó ennek két versnél. És még két verset fogunk megnézni. Az 1 Korintus 14-ből a 12-es vers lesz az egyik. Az 1 Korintus 14-12. Ugyanez vonatkozik rátok is, mivel nagyon akarjátok a Szent Szellem ajándékait, azon igyekezzetek, hogy elsősorban a helyi gyülekezet építésére, megerősítésére szolgáló ajándékok működjenek közöttetek. A másik vers pedig a 2 Timóteus 3, 14. Tehát 2 Timóteus 3 és 14. Itt azt olvassuk Pál írt Timóteusnak, te azonban Timóteus tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hogy igaz. Hiszen jól ismered azokat, akiktől ezeket tanultad. És ehhez kapcsolódik még a 16-os és 17-es vers is. Istentől származik az egész írás, amely hatékonyan használható a tanításra, alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára. És amit látunk ebből a nagyjából 3 versből, az, hogy amellett, hogy Isten adja az ajándékokat a szolgálatra valamennyünknek, amellett nagyon fontos a szívünk. A szívünk motivációja az, hogy ezeket hogyan használjuk, hogy ezeket mire használjuk, hogy ezeket miért használjuk,
És a Szentlélek erre bátorítani, hogyha úgy érzed, hogy ez egy olyan terület, amit most közelhoz hozzád Isten, akkor ezeket vizsgáld meg magadban Isten előtt, hogy mi az a motiváció, amiért vágsz egy ajándékra, mi az a motiváció, ahogyan használsz egy ajándékot. Én voltam már egy-két rendezvényen, ahol igazán különleges, ilyen exkluzív élményben volt részem áldott emberek révén, de tudod, amikor így a végén azt érzed, hogy te nem csak hogy kicsi vagy, hanem egy senki vagy. Mert egy olyan ajándékozott ember lépett hozzád, hogy csak azt láttad, hogy így eltűntél. És próbál felidézni egy konkrét élményt ezzel kapcsolatban. Inkább nem. Most azt inkább nem hozzuk ide. De hogy ez egy hihetetlen érzékeny terület, és ezért találkozunk rendszeresen azzal, hogy emberek csak emiatt a terület miatt elmennek bizonyos gyülekezetekből, vagy ott hagynak házi csoportokat, ott hagynak szolgálatokat, vagy akár szüneteltetik Jézussal való járásukat. Mert tapasztaltak egy olyat e kapcsán, ami ha nem is nagyon hosszú távon maradandó sérülést okoztak, de egyszerűen fájdalmas élmény volt. És ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen motivációval használjuk ezeket. Köszönöm szépen, Tamás, kérlek foglalj helyet. És átveszem Tamástól a fiúságot. Így gondolkoztam, meg elmélkedtem kicsit ezek alapján, a versek alapján, hogy mi az összefüggés, hogyan lehetne egy nagyon egyszerűen megfogni talán egyfajta sorrendet a lelki ajándékokkal kapcsolatban. És azt szeretnék bemutatni nektek. Tehát a lelki ajándékokról beszélünk, és mindenhol azt olvassuk, a legkülönbözőbb versekben is azt olvassuk, hogy a lelki ajándékoknak a használható vagy értelmezhető kontextusa az mindig is és kizárólag a szolgálat. És a szolgálaton belül pedig azt olvassuk több helyen is, hogy a gyülekezet építése. Hogy azért kaptad az ajándékaidat, hogy szolgálj vele, és ezeket azért kaptuk, hogy egy gyülekezetet építsünk. És arról már beszéltünk többször, hogy de nem a téglák a gyülekezet, vagy nem a templom ajtó, vagy bejárat a gyülekezet, hanem te vagy a gyülekezet, meg én vagyok, így együtt vagyunk a gyülekezet, és ennek az építésére kaptuk ezeket az ajándékokat. Ami ennél egy, azt mondom, egy még magasabb szint, amit lefedez a terület, az a szeretet. És itt van egy-két részlet, ami most önmagában így nem feltétlenül értelmezhető, ha a múltkori részről lemaradtál, ezt hamarosan a YouTube csatornán vissza lehet hallgatni. És azt is olvassuk, hogy egymás szeretete. És ha volt már ilyen élményed, akkor tudod az, mit jelent, amit nagyon nehéz leírni, ahol együtt vagytok testvérek, és hihetetlen szeretetben, és mondjuk átmegy az egész egy imádkozásba, dicsőítésbe, előjönnek különböző lelki ajándékoknak a használata egymás épülésére, akár profécia, akár különböző bátorítások, és egyszerűen csak azt érzed, hogy lehet, hogy először találkozol a másikkal, de hogy így szeretve vagy. És hogy ő se ismert téged, de valahogy valamilyen megfoghatatlan szeretet árad felé. És ami még ennél is magasabb rendű, és azt gondolom, hogy ezt látjuk végig az egész íráson keresztül, hogy a lelki ajándékok, ezek a vonalok mire mutatnak, az Jézus Krisztus. Ezért kaptuk ezeket az ajándékokat, hogy Jézusra mutasson.
És ugye az szerepel a címünkben, hogy a lelki ajándékokból még többet, és az is ott szerepel a végén, hogy és egy kis egység. Többen tudjátok, és a lehető legtöbb helyen próbálok arra időt szakítani, hogy erről minél több szó essen, hogy egy ilyen átmeneti szakaszban vagyunk most együtt, mint gyülekezet. És az arról szól, hogy az a szakasz, amiben azt hiszem, hogy most vagyunk úgy, hogy azt hiszem 2016. januárjától indultunk el, ugye ez a három házszakasz gyülekezet szellemi alapjának lerakása. Ez lényegében többé-kevésbé megtörtént, és nagyon sok dolog a helyére került. És az új szakasz, ahogy vezet minket Isten, és ahogy indított engem is Isten, az januártól fog kezdődni. A köztes szakasz az nagyjából pont 6 hónap, most így júliussal egybe kötve. És a következő alkalmunk az egy dicsőítő vasárnap, és ott fogok majd részleteket ezzel kapcsolatban kibontani. De hogy egyetlen kulcsszavunk, amiről ez a 6 hónap szól, és ami mentén így haladunk együtt, és próbáljuk úgy összerakni a különböző részleteket a gyülekezetben, hogy ebben fejlődjünk és ebben tanuljunk együtt, az az egység lesz. De ez a 6 hónap, majd jövő héten fogom részletesebben elmesélni, hogy vezetett ebben Isten, és miket mutatott. De ugye maximálisan hiszem azt, hogy ez így mindennek az alapja. És minden ebből fakad, és minden emiatt történik. Ahogy szeretjük egymást, ahogy én szeretek néhány embert, akivel van kapcsolatom. Tudod, mert amúgy az afrikai árvákat tökre szeretjük, mert ők Afrikában vannak. Tehát, hogy ahogy én próbálom szeretni azokat, akik a gyülekezetem belül közel állnak hozzám, és ők is engem, és így egymást, hiszem, hogy mindenféle gyümölcsnek és áldásnak ez a forrása és ez az alapja. Ezért a 133. Zsoltár lesz az utolsó vers, amit megnézünk. Erről már valószínűleg itt volt szó, és még sokszor lesz szó, és több hasonló történet van, amit majd egy kis füzetkébe fogunk összeállítani, és következő vasár mindenki készhez kap, aki erre nyitott. És annak az egésznek a kulcsa az ez a... Ez többnyire ez a vers, 133. Zsoltár. Aki szeretné, lesz majd lehetőség ezt kívülről megtanulni és elmondani. Ez egy igazi jó hittanórán, vagy hogy hívják még ezeket, vasárnapi iskola, megtanulni és elmondani. Különböző fordítások vannak, én az egyszerű fordításból olvasom. Milyen jó és kedves, mikor a testvérek harmóniában jó egyetértésben élnek, olyan ez, mint illatos olaj Áron fején, amely lecsordul szakállán, beborítja egész ruháját. Olyan, mint a Hermon hűsítő harmata, amely leszásjon hegyeire, oda küld az örökkévaló áldást és örök életet. Vagy máshol úgy olvassuk, hogy csak oda küld az örökkévaló áldást és örök életet mindenkor. És amit itt látunk, az egy áldás a végén, és egy feltételrendszer a legelején. Középen meg ilyen nagyon szép képeket látunk, hogy van olaj, meg szakál, meg Áron, meg egy hegytető. A Hermon az egy izraeli hegy, és ott a hűsítő harmat, az ehhez valamihez nagyon hasonlatos. És amire vágyunk, és amiért egyfolytában imádkozunk, az áldás. Én a mai napig nem igazán tudom, hogy ez mit jelent. Amit látok például az Ószövetségben, az, hogy pénz. De nyilván mi nagyon lelki emberek vagyunk, ezért inkább csak minden második alkalommal értünk pénzhez alatt. De az Ószövetségben ez egyértelmű, még ha kecskét is olvasunk, az pénz. Mert a kecske az pénz. Nem tudom, tudja valaki ma mennyi egy kis kecske Magyarországon. De itt valakinek van kecskét.
Mennyi volt egy kecs? Már nincs? De mennyi? Mennyi volt? Na mindegy, de az kis kecske volt. Egy nagy kecske az még drágább. Mondjuk nem tudom, 30-40 ezer forint. Na mindegy, tehát forintot jelöl, de hogy mi meg nagyon azt szeretnénk oda képzelni az áldáshoz, hogy nem tudom mi uram, de van nagyon jó, áld meg őt, hogy csinálj vele valami nagyon jót, hogy legyen vele valami nagyon jó dolog, történjen vele valami nagyon jó dolog. És akkor erre mi azt a keresztény szót használjuk, hogy áldás. Áld meg. És még az ételre is azt imádkozzuk, valakik ezt elég komoly teológiai szinten művelik, hogy az ételnek a megáldását. Ezt én sose értettem. Kolbász. És akkor van az áldott kolbász, van a nem áldott kolbász. Én, nekem Kárpátalján volt egy olyan missziós út, ahol először hallottam egy olyan imádságot étkezés előtt, ami nagyon meghatott, hogy egy nagyon egyszerű férfi ember imádkozott, hogy áldott legyen a te neved, Uram, az ételért, amit adtál. És ez így teljesen megváltoztatta az én kis világomat az étkezéssel kapcsolatban. Addig mindig azt hittem, hogy az ételt kell megáldani. És így hirtelen egy ilyen plusz értelmet nyert számomra az áldás, mert hogy így már értem. Szóval itt is ezt látjuk, hogy Isten küld valahova áldást, és oda nagyon áldást, és sok áldást, sőt, ez is ott szerepel a Héberben, hogy csak oda küld áldást. És szerintem nagyon sok olyan helyzet van, amikor imádkozunk, meg kérdéseket teszünk fel, pedig már elhangzott a válasz. És tök egyszerű a válasz, nagyon egyszerű, és nagyon gyakorlat és megfogható, de mi továbbra is imádkozunk. És itt is egy ilyen helyzettel találjuk magunkat szembe. Azt gondolom, hogy egyrészt jó imádkozni az áldásért, de még jobb megtenni azt a valamit, aminek biztos következménye az áldás. És közben még egyszerűen még lehet imádkozni, mert amúgy is mindig imádkozunk. Szeretünk imádkozni, remélem szeretünk. És a feltételrendszer az így hangzik, hogy amikor a testvérek harmóniában, jó egyetértésben élve, hogyha van nálatok más fordítások, hogy hangzik? Mondjuk az új fordítás, vagy egy revidált Károly. Jó, négy ember előtt van az így. Mindig szép és mindig gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Így van, köszönjük. Tehát egyetértésben mindig gyönyörűséges, hasonló még egy. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt vannak. Na, össze is kéne költözni. Így van. Na, bőven. Hogy egység és együtt kell lakni. De van olyan vonal, akik ezt is, tehát erre építenek egy egész közösségi életet. Mi nem az a vonal vagyunk egyelőre. De hogy együtt élni, annak van értelme. Ahogy együtt éljük az életünket, ott hogyha van egység, van egyetértés, van harmónia, akkor annak biztosan következménye az áldás. És az a jó, hogy itt ki is van fejtve, hogy milyen áldásra gondol Isten. Tehát még mielőtt behelyettesítenénk a saját verzióinkat, hogy tevel, kecske, meg valami lelki áldás, mondjuk ötös, vagy mi lett még áldás, vagy jó házasság, jó gyerekek, autó, munkahely, tudod, ilyesmiket, hogy mi maradt ki? Ezek az áldások, nem? Hogy jól menjen a sora, ilyesmi. Ezeken ugye tudatosan nem szoktunk általában gondolkodni, de valahogy ilyesmi vonalat mennek bennük. És az, hogy itt le van írva, hogy örök életet. Oda küld Isten, az örökké való Isten áldást és örök életet. És az új szakasz, amiben januárban bele fogunk lépni, annak az egyik kulcsszava az evangelizáció. A másik majd a szegények lesznek, a szegények felé való szolgálat. És amit ránk bízott Jézus, az örömhírnek a hirdetése, azt azzal a vágyal tesszük, egyrészt azzal a motiváció, hogy Jézus ezt mondta neki, másrészt azzal a vágyal, hogy az embereknek örök életük legyen. Mert hiszük azt, hogy Jézus Krisztus az út. És a kereszt az egy megkerülhetetlen dolog az örök élet szempontjából. És megvan a recept.
Szerintem ez most ilyen reveláció, releváció. Releváció. Már két rész rossz volt a csapat. Egyik releváció, másik reveláció. Az mennyire jó dolog, hogy Isten ezeket így előre leírta nekünk. Ha azt szeretnénk, hogy emberek megtérnek, ha azt szeretnénk, hogy még több ember megtérnek, hogy emberek újjászülessenek, hogy még több embernek legyen Budapesten örök élete, egyetlen egy egyszerű dolgunk van, az, hogy szeressük egymást. Ez tök könnyű. Amen. Amen. Abba is hagynám, és átadom a szót, a nagy bizonyságtétel a személyes élettörténetét fogja megosztani velünk az egyik kedves hölgy, és hát hallgassátok sok szeretettel. Remélem, lehet így hallani. Nagyszerű. Sziasztok, Noémi vagyok. Nem tudom, hogy van, biztos van olyan, akivel még nem találkoztam. Hát, hogy is kezdjem? Igazából nagyon sok mondani valóm van, és szeretnék nem elmerülni a részletekben. Annyit előjáróban viszont meg szeretnék veletek osztani, hogy én most lesz lassan egy éve, hogy egy nyári estén, ugyanúgy vasárnap estén, itt voltam először a térben, egy ismerősöm hozott el ide, és utána csatlakoztam a nappali egyes csoporthoz szeptembertől, azt hiszem, ha jól emlékszem, és azóta itt vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek közöttetek. Az én bizonyságtételem igazából a megtéréseimről szólna, mert nem egy volt, hanem több is az életem során. Hát hol is kezdjem? Muszáj a legelején elkezdenem ahhoz, hogy így összeálljon a kép, hogy megértsétek azt, hogy végülis hogyan jutottam oda, ahol most vagyok éppen. hát kezdhetjük úgy is, hogy nem, hogy keresztény és hívő családban nőttünk fel, vagy nem keresztény és hívő családban nőttünk fel, hát én középen állok, aki igazából egy igazán nem tipikus hívő családban nőtt fel, ahol hát az édesanyám egy felemásikába hajtotta bele a fejét még annak idején, és az igaz ujját igazából ő hordta ezek után. Édesapám egy református családban felnövő gyermek volt, akik éppen nem teljesen gyakorolták a hitüket, sőt igazából inkább vallásosnak mondhatóak. És hát ő a főiskola után igazából szinte ateistának is lehetett mondani, és a főiskola után ismerte meg édesanyámat, aki menthetetlenül szerelmes lett, és ezt a felemásikát választotta. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy kicsi hányadtatott gyermekkorom volt, mert minek utána ők összeházasodtak, édesanyjához költöztek, és hát a mama nem igazán szerette anyut, sőt, igazából gyűlölte engem is, mert én anyukámra hasonlítok. Anyukám hát azt gyűlölte benne, hogy baptista, és egyrészt gyakorolja a hitét, és hogy eljárunk minden nap imaházba, és elvitt minket is gyerekként, és bemutattak ott minket, és van egy öcsém is, de ő apura hasonlít, tehát ő volt a kivételes helyzetben, nem úgy, mint én. Hát a lényeg az, hogy én jártam imaházba, jártam vasárnapi iskolába, tanítottak, de annyira idegen volt ez számomra, és annyira nehéz volt összeegyeztetni azt, amit otthon tapasztalok, és utána, ami vasárnaponként ér engem, és úgy éreztem, hogy hiába járok vasárnapi iskolába, de egyáltalán nem érzem azt a szeretetet, amit egyébként ott kapnom kellett volna, és még az ismeret hiányában is voltam, és ezáltal éreztem azt, hogy nem éppen vagyok én odavaló, és mindenek utána én mindenféle kifogásokat kerestem, amiért nem akarok menni imaházba.
azt az úttam, hogy beteg vagyok, akkor inkább feküdtem otthon az ágyban, és tudtam, hogy ez nem éppen a legjobb. És akármilyen is ez a közösség, ott valahol úgy magamban békét éreztem. És nagyon sokat imádkoztam Istenhez, és így teltek múltak az évek, és 12 éves voltam, amikor úgy a gyülekezetből így kollektíve a fiatalok, akik idősebbek voltak nálam, úgy döntöttek, hogy eljönnek Pécerre egy ifjúsági konferenciára, és hát mondták, hogy tartsak velük mégiscsak. Hát nagyon sokat töprengtem rajta, mert mondom, hát egy olyan közösséggel elmenni, akik igazából majdhogy nem lenéznek, és hogy nem volt túl sok kedvem, de azért mégis elmentem, és ez volt az első ilyen konferencia élményem. Hát azt kell mondjam, hogy felketeges volt, amit én ott átéltem. Hát nem tudom szavakba elmondani. A lelkem úgy kivirágzott teljesen, és az, ami eddig volt, azt úgy mind elfelejtettem. És egyszerűen annyira megváltoztatott az a 3 nap, amit ott eltöltöttem, hogy teljesen más emberként értem vissza 12 évesen. És csak énekelni akartam állandóan, dicsérni az Úr nevét, és mentem az iskolába, és csak ez volt bennem, és nem érdekelt, hogy miért ott engem, mert hát én ilyen védő burokkal körbe vagyok véve, és akkor itt most már bármi lehet. Hát és aznap, amikor hazaértem a konferenciáról, egy nagyon különös dolog történt velem. Szobánkban, öcsémmel közös szobánk volt, és a szobánkban a radiátor alatt találtam egy kártyát, feje lefelé fordítva, és nyomtatott betűkkel a nevem állt rajta, hogy Noémi. Hát az írás sem volt ismerhető, és nem is értettem, hogy ez mit keres ott, hogy került oda. Nézem, megfordítottam, és ez a kártya itt van, mert ez azóta is végigkíséri az életemet. Ez egy piros kártya, amin a közepén az áll, hogy Jézus szeret téged. Felkiáltó jellel és egy szívvel. És rohantam anyukámhoz, hogy hát, hogy mi ez a kártya, ott találtam, és hogy ő meg csodálkozva nézett rám, hát, hogy én ezt nem a konferencián kaptam, hát hiszen a regisztrációnál mindenkinek osztanak kártyákat, vagy közben el tudod venni, és mondta, hogy nem. És ez az írás abszolút ismeretlen. Öcsém nem írhatta rá, mert akkor még nem, tehát ez nem fiú írás, ezt kizártuk. Apukám biztos nem, hát az akkori kis mogyorónyi kis hitével, amit így elkezdett így munkálkodni benne, azóta már nőtt, de ezt tudni nem az ő írása volt, és hát anyu sem, mert hát látszott rajta, hogy ő is meghökken. Én ezt az üzenetet személyesen tartom, hogy jó Isten üzente számomra, nem tudom, hogy helyezte ott el, milyen úton, módon, de van egy személyes levelem tőle. És ez azóta végigkíséri az életemet, és szerintem ennél több nem is kell, hogy azt mondja, hogy Jézus szeret téged. És én olyan boldog voltam ez a megtapasztalás, ez egy csoda volt az életemben is, és követték ilyen csodák az életemet utána, amíg elvégeztem az általános iskolát, középiskolás lettem, de valahogy a gyülekezetben az, hogy a fiatalokkal olyan foglalkozás legyen, hogy megtértél, és hogy akkor ezt azért kellene ápolni, hogy ilyenkor jönnek a nehézségek leginkább az ember életében, a harcok, a küzdelmek, hogy áll meg ilyen helyzetekben. Hát ezzel kapcsolatosan semmit nem kaptam. És jött egy új közösség, bejárós voltam, ugyanis én Esztergom mellőli kis faluban nőttem fel, és Esztergomba bejárós voltam, kaptam az új impulzusokat, az új embereket, új ismerősöket, nagyobb részt hitetlen ismerősöket, akik elhúztak egy bizonyos irányba, és úgy kezdtem sodródni. Kezdtem így elsodródni Istentől is, és már a csodák sem voltak. Nem mindennaposak, mert tehát úgy talán még egy évben egyszer, de azokat se láttam meg, mert olyan homály fette a látásomat. És hát elvégeztem a középiskolát.
Aztán felvettek Debrecenbe, és az Úr útjai kifürkészhetetlenek, mert én akkor még nem értettem, vagyis hát persze nem szerettem volna jönni, de semmiképpen sem akartam ilyen messzire elkerülni, úgy mint Nyilas Misi, én is azt mondtam, hogy nem akarok debreceni diák lenni, de hát végül is mégiscsak az lettem. És annyira csodálatosan munkálkodott akkor a Jóisten, hogy egy olyan albéletbe kerültem, ami a Békehírnök Baptista magazinnak a meghirdetésében volt, és ezt így a család így próbálta intézni, hogy akkor olyan helyen legyek, ahol mégiscsak van egy hitbeli háttér, akármilyen messzire is kerültem most éppen Istentől, és a főbérlő nénivel laktam együtt, úgyhogy a támogatás az minden nap jött, imai támogatás, és tényleg, hát egy 18 évesnek mi kell, teljesen idegen volt a városba, ott a 60 éves főbérlő néni az nagyon jó támaszt adott minden nap számomra, és hát azért még azért az első két évben, az egyetemi évenben ehhez a sodródás ez folytatódott, akárhonnan nézzük, és ez tagadhatatlan, hogy nem a legjobb úton jártam, és ezt a Jóisten nem nagyon szerette volna tovább karba tett kézzel tűrni. Minden időmet lekötöttem valamivel, csak hogy ne kelljen vele közösségbe lennem, vagy még véletlenül se imádkozzak, amit így nehéz beismerni és bevallani, de ettől függetlenül tudom, hogy akkor volt a legközelebb hozzám. És hát van egy bizonyos nap, amit az életemnek egy második születésnapjának élek meg, mert 2009. november 18-án, 3:45-kor, mikor siettem vissza az egyetemre, sötétben, korepetáltam matematikát az egyetemen, és egy lány várt rám éppen. Siettem át az zebrán, és egy autós, aki 70-nel közelítette meg az zebrát, elütött. Olyannyira, hogy majd, hogy nem 10 métert repültem, egy négysávos útnak a szélső sávjáig meg sem álltam. A belső sávban éppen egy kamionos hajtott el. Az Úr gondviselése az volt, hogy éppen arra járt egy civil ruhás tűzoltó. Az elkövető, aki egy 60 éves öreg úr volt, úgymond, ő azt megvárta, amíg ott kihívják a mentőt, és engem elvisznek. Azóta nem keresett. Igazából nem is akarok most itt részletekben belemenni, csak azt szeretném elmondani itt, ami nagyon fontos, hogy ha akkor a Jóisten nem óvott volna meg, vagy nem védett volna meg, akkor nem állnék most itt előttetek. Hogyha a baleset utáni többszöri műtét és az újbóli megtanulni járást követően nem lettem volna elég erős, és nem hozzáfordultam volna segítségért, akkor nem lennék itt. És mindezt felismertem sok fájdalom és sírás, zokogás közövette, miután így sikerült azt feldolgoznom, hogy meg kell bocsátanom annak, aki ezt tette velem, hiszen a mi atyánkban is ez van, hogy bocsássatok meg az ellenetek vétkezőnek, mert hát akkor ti is megbocsátást nyertek, és ez nehéz volt nagyon felismernem. És igazából tényleg nem akarok ebben részletekben elmerülni, de az, amit így kiemelnék, hogy akár milyen messzire is sodródhatsz Istentől, az ő védő karja, ő utol él. Ő nem rosszat akar neked. Igen, belevisz próbákba, belevisz veszteségekbe, belevisz fájdalmakba, de ő onnan sokkal jobban ki tud emelni, még azt te nem is gondolnád. És igen, megsebez, de be is kötöz. És nem tudsz olyan messzire kerülni tőle, hogy ő ne érne utol.
és két igeversen van, amit a bemerítésemkor olvastam el, és a bemerítésemhez nagyon szorosan kapcsolódik, és ez a úgymond második megtérésemnek az alapja. Joel próféta könyvében van megírva a második rész, 12. versétől. De még most is hívlak benneteket, mondja az örökkévaló. Jöjjetek vissza hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. De szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Így térjetek vissza az örökkévalóhoz, Istenetekhez, mert ő irgalmas és kegyelmes, türelme hosszú, szeretete erős, és örül, ha büntető ítéletét nem kell végrehajtania. És a második igevers, ez pedig a Zsoltárok, 34. Zsoltárban megtalálható a 19. és a 20. vers. Valóban sokba éri az igazat, de az örökkévaló valamennyiből kimenti őket. Megőrzi még a csontjaikat is, egy se törik el közülük. Hát azt el kell mondanom, hogy akármennyire is összetört a baleset, egy csontom sem tört el. A szallagjaim azok szétszakadtak a lábamban, de a csontom nem tört el, még a kis ujjam sem. És ő megőrzött, ő megengedte ezt az életemben, de azt nem engedte meg, hogy teljesen nyomorék legyek. És úgy érzem, hogy ezzel fogok tudni felé, és mások felé szolgálni, és ahogy a lelki ajándékokról volt szó, én azt ismertem fel az életemben, hogy a bíztatás és a bátorítás az egy nagyon jó lelki ajándék, amit kaptam, és ezt előszeretettel szeretem gyakorolni is. És még, hogyha eltűrtök itt kint, akkor hoztam egy verset, amit én írtam, és fogadjátok szeretettel. Ki vagyok? Uram, te vagy nekem a mindenben a minden, de én mégis mi volnék neked? Mi az a cél, amiért úgy gondoltad, legyek? Milyen szándék vezérelt velem kapcsolatban? E kérdések kínoznak egyre jobban. Létezésem kulcsa, hogy legyek. Legyek, hogy te lehess, atyám, én pedig gyermeked. Legyek, hogy te lehess, mesterem, én pedig alkotásod. Legyek, hogy te lehess, uram, én pedig szolgád. Legyek, hogy te lehess, tanítom, én pedig tanítványod. Legyek, hogy te lehess a legjobb barátom. Te vagy a tőke, én pedig a szőlővesződ. Te vagy az alap, ahol én a házfalak. Élek. Élek benned, veled, általad, érted. Élek, hogy életemmel hirdesselek. Élek, hogy dicsérjelek. Élek, mert szeretsz. Élek, mert örömödet leled bennem. Élek, hogy te élhess. Élhess bennem, velem, általam, és értem. Köszönöm.